Szervusz, én Komár Zsolt vagyok, és szeretettel köszöntelek az oldalamon, a www.komárzsolti.info oldalon. És hát folytatom a sorozatomat. Most meg fogod tudni azt, hogy Isten állatkertje mekkora és milyen alacsony a kerítés, mert én ebben a részben fogom elmondani azt, hogy most hibaként, egyértelműen hibaként értékelem a történteket, de ugye ne is szaladjak előre. Tehát ott tartottunk, ugye, hogy videokommunikációval foglalkoztunk, online videokommunikációs eszközökkel, és a jelöltek meg. Mekkora meglepetés, megint csak piszkosul elfogytak, ugyanúgy, mint nagyon-nagyon sok embernek iparág szerte, és hát remek webkonferenciákat tartottam már én magam is, csak épp vendég nem volt rajta. Tehát mondom, ugyanott tartottunk, ahol a partszakad, ahol előtte a termékes üzletben, tehát hiába váltottam át a szolgáltatásokra, nem ez volt a megoldás. És gyakorlatilag addig tartott a fejvakarás, hogy Kata talált egy megoldást, egy lehetséges megoldást, és ezt elkezdtük közösen megvizsgálni, és gyakorlatilag hatalmas, teljes, totális izgalomban voltunk mind a ketten, amíg aztán megszavaztuk végül is közös erővel azt, hogy ő fogta magát, becsatlakozott egy helyre, én meg ő hozzá becsatlakoztam megint csak. Nem nagy rejtély, ez az Empower Network volt egyébként, tehát Kata már akkor ugye belépett, és én is beléptem, beregisztráltam hozzá, és gyakorlatilag beszereztünk egy olyan képzési csomagot még az alapcsomag mellé, ami megtanított nekünk keresőmotor optimalizálási technikákat, egészen konkrétan egy kicsi Black Hat SEO-t, hogyha valaki ezt is szereti hallani, tehát a picit a trükkös oldalát a Search Engine Optimization-nek, a keresőmotor optimalizálásnak ezt sikerült elsajátítani, és elkezdtünk vad elszántsággal blogolni, és a témák is olyanok voltak, ugye a homlok terünkben az volt, hogy mi majd a TalkFusion üzletünkbe fogunk érdeklődőket, jelölteket vinni, és ami azt illeti, én vittem így be embert a TalkFusion üzletembe, ugye most kimondtam a cégnevet, probléma egy szál se, tehát működött ez a történet, csak még valami egy mellékhatása volt a dolognak, nevezetesen az, hogy észrevettük azt, hogy ez működik. Nagyon komolyan észrevettük, hogy ez működik, és még elkezdtünk pénzt keresni is gyakorlatilag ott és akkor az Empower Network-el, és hogy lehet az, hogy én akkor mégsem maradtam ott, és hogy lehet az, hogy én ott akkor mégis visszatértem. Hát, ahogy az elején mondtam, Isten állatkertje az nagy, a kerítés meg alacsony, és én sem ápoló voltam akkoriban ebben az állatkertben, ugyanis az történt, hogy akkoriban még viszonylag kevés anyag volt elérhető magyarul, és hát azért ez szűkítette jelentősen azt a réteget, akit ez ki tudott szolgálni. Hát a felsővonalunknak, Stevennek az anyagai, azok adtak egy segítséget ebben, azok hidalták át ezt a szakadékot, ezzel tudtunk valamennyire dolgozni, viszont volt akkoriban egy olyan divat, egy olyan irányzat online marketing körökben, amikkel én annyira nem szerettem volna azonosulni. Az egyik az a olyan review-knak az írása, ugye ezek a, hát egyfajta lehúzós cikkek, ugye az átverés cikkek, ezeknek ez volt a neve. Én ebben sem szerettem volna részt venni, másrészt a csoportnak a nagy része, amit elkezdett kialakulni, az fogta magát, és elkezdte az MLM szabadságharcos nevetés, titulust és mentalitást fölvenni, és én ebből sem kértem, tehát behisztiztem egészen konkrétan, mert az egóm az nem engedte, hogy én ezzel azonosuljak, tehát mea culpa, így magammal szemben ezt meggyónom magamnak, hogy vétettem, igen, nagyot vétettem, mert akkor az történt, hogy én fogtam magam, berágtam, és én kiléptem. És ez egy bitang nagy hiba volt, de ez csak hónapokkal később derült ki. Hónapokkal később derült ki, mert akkor én azt döntöttem el, visszatértem a gyökerekhez masszívan, ugye részt vettem többek között abban az időszakban Eric Worre-nak egy Recruiting Master, ilyen beszereztem a GoPro hangos könyvét, azt hallgattam éjjel-nappal a telefonomon, az volt. Tehát ezt így begyógyítottam a fejembe, és ezzel programoztam magam. Az egyébként ezek a módszerek működnek, és jól működnek, csak nem mindegy, hogy mire és hogyan használod. Tehát ezt azért el tudom mondani, hogy utána ezekkel a módszerekkel az a része a történetnek megoldódott, hogy akit én el akartam vinni, azt nagyrészt el is vittem egy tájékoztatóra, csak aztán ott voltak a problémák utána, mert utána nem sikerült konvertálni. És rá kellett jönnöm, körbenéztem, az egész, nem csak az én csoportomban, az egész hálózatban azt vettem észre, hogy ilyen nagy zuhanórepülés, ugye,
voltak ott komoly változtatások, én nem szeretném ezeket apostrofálni, meg semmiféle kommentet hozzáfűzni, legyen elég annyi, hogy az akkori ottani főfő felső vonalunk Zoli is távozott, ugye ő most a szponzorom egyébként egészen konkrétan, és ez valami rettenetes világégés volt, és bennem is egy világ dőlt össze, hogy úristen, mi van akkor, hogyha már ő is, ha már ő is elmegy. És kicsit később azért arra lettem figyelmes, hogy nála jóval magasabb rangokat elért külföldi szakik is elmentek ettől a cégtől, tehát akkor már el kellett kezdenem gondolkodni, hogy akkor itt valami más probléma lehet. Biztos van az én készülékemben is, ezt addigra már tudtam, de valami más is van még benne, és hát olyan sztorikat hallottam itt emberektől, hogy megcsináltak mondjuk 100, tényleg nem csak megkeresést, hanem 100 meghívást megcsinálták, letájékoztatták az érdeklődőt, megcsinálták a három irányt, és zéró, nulla, nulla eredmény lett belőle. Tehát rá kellett jönnöm, hogy ezek a módszerek, ezek azért mégsem annyira gömbölydedek. Hiába mondták azt, hogy kettő, aki hoz másik kettőt, és majd akkor itt megváltjuk a világot. Nehéz volt azt a kettőt. Még nekem csak, de az emberek nagy részének nehéz volt ezt elkövetni, és emiatt nem tudott ez tömegesen terjedni, és már rossz íze volt az egésznek. Egyszerűen rossz íze volt, de nem ez a lényege itt a történetnek. A dolognak az a lényege, hogy vétettem egy rettenetesen nagyot magam ellen, nevezetesen azt, hogy valamit, ami egyszer elkezdett működni, és elkezdett jól működni, azt én fogtam magam is abba hagytam, és nagy részt egóból, nagy részt annak köszönhető, és tényleg meg lehet magyarázni itt az angol nyelvű anyagokkal, meg ilyenekkel. De csak visszataláltam magamhoz, csak visszataláltam innen, viszont ez egy picivel későbbi történet, mert már megint nagyon sokat beszéltem, és ugye azt ígértem neked itt a sorozat elején, kedves barátom, hogy ezek nem lesznek nagyon hosszú anyagok, tehát találkozunk ugyanitt a blogomon a www.komárzsolti.info oldalon a következő részben, ahol szerintem most már el fogom mondani azt, ahogyan én hazaérkeztem. Mert én ezt most így érzem, hazaérkeztem. Addig is a legjobbakat, sok sikert kívánok, találkozunk ugyanitt, szia!